Enrózsa Erzsébet a vendégünk, ez egy csokolom. Jó reggelt. Ugye már mondtam a kedves nézőknek pár perc ezelőtt a külügyi intézet közel-kelet szakértője, tehát amikor vallásháborúkról, különböző vallások, alvallások harcáról beszélünk, amikor arról beszélünk, hogy nem tudjuk, hogy hányfajta terrorszervezet voltak éppen az iszlám állam, mert megszámolni sem vagyunk képesek, akkor gondolom vitatkozik a kliniek belül, hogy azért ezekkel tisztában vagyunk nagyjából. A szakember ki ismeri magát most a közel-keleten? Hát Budapesten ülve nyilván kevéssé, de ez a vallásháború, ez azért egy érdekes kérdés, mert ez egy olyan leegyszerűsítése a történetnek, amikor egy elemet emel ki egy identitás halmazból, ami a hátterében áll a történéseknek, és ami nagyon sokak számára nagyon fontos, és ezt vetíti rá az egész probléma kötegre. Na, de nem a vallás áll olyan módon minden mögött, hogy azzal lehet fanatizálni most más érdekek elérése érdekében eszközként, is nyilván eszközként van, ezeket az embereket? Eszközként van használva, de pont itt azt hiszem, hogy Tarjányi Péter az előbb mondta, hogy vallásháború, hát itt önök cáfolták a hírekben, meg ebben a beszélgetésben is, hogyha vallásháború, akkor nem Kambodzsa étterem. Tehát, ha vallásháború, akkor... De hát a kambodzsai teremben sem kambodzsaiak voltak a célpontok. De a szimbólumok számítanak. Én sokkal inkább azt gondolom, amit ön mondott, hogy életforma, hiszen nézzük meg, hogy nem turista helyeket támadtak, nem közintézményeket, nem metrót, repülőteret, akármit, amivel már mind volt korábban próbálkozás, hanem kifejezetten a hétnek a legszórakozóbb időszakában, péntek este szórakozó, nyugati szórakozás színterei, a stadion, a foci, a koncert, ráadásul heavy metal, és a különböző kávézók. Na, de hát erre is lehet mondani, hogy emögött is a vallás áll, hiszen másképp látja egy muszlim ember ugyanezeket a szórakozó helyeket, mint egy... Hát a muszlim emberek egy töredéke, európai. Ugye erről meg itt Anita beszélt ma reggel, még otthon láttam, elmondta, hogy a nagyjából 6 millióra becsült muszlim közösség Franciaországban, és körülbelül 3000-et tartanak nyilván úgy, mint radikálisok. Tehát nyilvánvalóan én azt gondolom, hogy a politikai helyzet a térségben, és ugye erről kéne, hogy beszélgessünk, politikai helyzet a térségben nagyon erőteljesen befolyásolja, és ebben a politikai helyzetben valóban megjelenik a vallásnak az eleme, az iszlám. Az iszlám állam esetében nagyon erősen, hiszen ez egy ideológia, de hát azért legyünk nagyon-nagyon őszinték, ha megnézzük, hogy egy ehhez nagyon közel álló ideológia, például az egyik legjobb szövetségesünknek az államalapító ideológiája, ugye Szaúd-Arábia vahábita iszlámjáról beszélünk. Ugye itt nagyon sok összefüggést látnak, vélnek látni nagyon sokan az interneten. A szaúdi állam szempontjából is az iszlám állam egy terrorszervezet. Azonban nagyon nagy kérdés, hogy a privát szférában milyen támogatások jönnek, mennek. Azt mondjuk, hogy harcban állunk az iszlám állammal szemben. Ugye ez most itt péntek éjszaka óta egy teljesen közkeletű kifejezés. Igen. Nyilván a politika használja ezt. Tudjuk, hogy ki ellen harcolunk? Azt hiszem, hogy nagyon pontosan nem tudjuk. Most olyan szempontból eddig legalábbis leegyszerűsítve láttuk a világot, hogy azt mondtuk, hogy kérem szépen van itt egy terrorszervezet, amely bizonyos korlátozott állam, nálunk az állam ismérvei között nyilvántartott paramétereknek megfelel, van területe. Ezt mindenütt kiemelik, hogy Al-Qaidához képest az iszlám állam annyiból más, hogy van területe, amely területnek van egy magja, ami többé-kevésbé eddig állandó volt. Ugye tudjuk, hogy a határok tolódnak erre-arra, amarra, most éppen Irakban a Szindzsár-hegységet visszafoglalták a kurdok az iszlám államtól. Mindig változik, de valami területe van. Ezen a területen nagyjából egy kétharmad nagybritanniányi területről van szó. Ezen a területen 5-6 millió ember él, még akkor is, ha rengetegen elmenekültek. Az iszlám állam önmaga ellát bizonyos szociális funkciókat, amiket mi az állammal azonosítunk, de legyünk őszinték, az iszlámban ez a karitatív felelősség, a közösség ellátásának a felelőssége működik, amellett hát technikailag is el kell látni. Legyen víz, legyen élelmiszer, a szemetet szedjék össze, ne legyenek járványok, legyen minimális egészségügyi
ellátás. Ezeknek működniük kell, mert különben fenntarthatatlan. Ez ma működik az iszlám állam területén? Arról lehetett olvasni, hogy az oktatás például igen. Oktatás, mert ez nekik egy nagyon fontos szempont. Oktatás is ide. Nyilván az része a propagandának is. Az oktatásban is voltak fennakadások, hiszen például Mosszul, amikor elfoglalták, most már 2 éve talán, nyár elején, akkor, nem, 1 éve, akkor, amikor ősszel indult volna az iskola, bejelentették az iskolai megkezdését, és a gyerekek nem mentek iskolába. Úgyhogy még egyszer el kellett kezdeni, mert a szülők nem engedték a gyerekeiket. De hosszú távon muszáj a gyerekeknek iskolába járni, még akkor is, ha nagyon sok szülő valóban visszatartja a gyerekét, és azt mondja, hogy inkább essen ki az oktatásból. Most ugye arról beszélnek sokan, ma reggel még a Magyarországi Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsági elnöke is azt fogalmazta meg, hogy haderőt kell küldeni, szárazföldit is, nem elég a levegőből bombázni az iszlám állam állásait, el kell foglalni ezt a területet. Azt mondja, hogy élnek ott 5 millióan polgárok, akiknek igazából semmi közük nincsen hozzá, ott ragadtak, ott maradtak egy elfoglalt az iszlám állam által uralt területen. Lehet ez szempont egy szárazföldi hadviselésben ebben az esetben? Egyként lehet kezelni az iszlám állam területén élőket az iszlám állammal? Egyetértők vajon ők ezzel? Hát ez mindig nagyon nehéz kérdés, mert ugye vannak maguk, akik csinálják az iszlám államot, vannak azok, akik kényszeren, kelletlen, vagy jó szándékból, vagy nem, kiszolgálói ennek a rendszernek, azért, hogy legyen víz, legyen oktat. Az a tanár, aki elmegy az iskolába tanítani a gyerekeket, írni, olvasni, az nem biztos, hogy az iszlám. Na de innen nézve, nagyon messzél nézve, az kimondható, hogy aki ott maradt, ugye rengeteg a menekült, aki nem ott maradt, az egyetért? Nem. Biztos vagyok benne, hogy nem. Hát azért a világ történelemben voltak rendszerek, vannak is rendszerek, diktatúrák, azért a közép-európai történelem is produkált csak az elmúlt 100 évben is különböző olyan hullámokat, amikor azt lehetett mondani, hogy és akkor most mindenki egyetért vele? Tudjuk jól, hogy nem értett vele egyet mindenki. Van, aki nem mehet el, van, aki nem akar elmenni, van, aki úgy véli, hogy az az ő csöndes ellenállása, hogy ragaszkodik ahhoz, ami az övé, és bízik abban, hogy egyszer majd újra másként lesz. 5-6 millió ember nem tud elmenni, és nem is fog elmenni. Megvívható ez a háború úgy? Nyilván áldozatok mindkét oldalon lesznek, a szárazföldi hadviselés megkezdődik. Megvívható ez úgy ez a háború, hogy győzni tud az iszlám állam ellenes koalíció? Na majdnem mit mondtam én is. Ugye nyilván az lesz a kérdés, hogy miben határozzuk meg a győzelmet. Ön pont ez előbb a fordítottját kérdezte itt Tarjányi Pétertől, hogy most győzelem-e ez a párizsi merénylet az iszlám államnak. Nyilván az iszlám államot fel lehet számolni, ez idő és befektetett katonai erő kérdése. Nyilván meg lehet szüntetni, de a nagy kérdés utána az lesz, amit az iszlám állam megjelenése óta a külföldi harcosokról, amikor elkezdtünk beszélni, mindig az volt az utolsó kérdés, hogy jó, de mi lesz akkor, amikor hazamennek a külföldi harcosok, vagy a nem külföldi harcosok egyszerűen csak szétspriccelnek a világba, ahogy történt Afganisztán után, hogy történt az Al-Qaida elleni műveletek után is. De akkor ezzel azt mondja, hogy ez egy reménytelen háború. Nem, ez egy folyamatosan zajló helyzet. Az iszlám állam azt gondolom eltüntethető, viszont azok a fegyveresek... Az ügy nem. Ugye itt azért, jó, nem vallásháború, de akik fanatizálva vannak, ők azt hiszik, hogy egy ügyet képviselnek nyilván, amiért ők tesznek. Igen, azért azt is látjuk, hogy sokan mennek elfele is az iszlám államtól, nem csak befele, talán egyre kevésbé, de elfele mennek. Hogy az ügy mennyire, hát ezek az ügyek, a vallás kérdése, a meggyőződések kérdése, azért történelmi táblatokban azt látjuk, hogy előjönnek, eltűnnek, fontosabbak lesznek, kevésbé fontosak lesznek. A térségben zajló események nagy részében azért, és itt most akkor mondjuk azt, hogy abban, ami Szíriában zajlik, abban, ami Irakban zajlik, azért regionális, nagyhatalmi és helyi érdekek
nagyon kemény, a realizmus elméletében felfogható összecsapások, érdekek és érdekellentétek játszanak, és erre nagyon könnyű azt mondani, hogyha például Szaúd-Arábiáról és Iránról beszélünk, hogy mer a síta, szunnita. Valójában ez jól használható a propagandába, könnyen azonosítható vele a két fél, két szemben álló fél, és ugyanakkor mindenki számára ad valami azonosulási pontot. Valójában kemény érdekekről van szó. Zárásképpen kicsit félve jelennek meg azok az írások, én úgy látom, amelyek arról szólnak, hogy újra kéne szervezni a Közel-Keletet. Mondván, hogy azok az államok, amelyek ma közel-keleti entitásokat jelentik, hát azok is igazából csinált határok mentén létrehozott nemzetközi akaratból származó államok. És hogy az egészet újra kéne gondolni, mert sem az etnikai, sem a földrajzi követelményeknek ez a mostani helyzet nem felel meg, ezzel egyetért? Én nagyon pesszimista vagyok, elméletileg egyetértenék, de azért vagyok pesszimista, mert szemmel látható, hogy kívülről semmit sem tudunk rendezni. Ugyanakkor rá lett kényszerítve immár 100 éve egy olyan rendszer erre a térségre, amiben ők is megtanultak mozogni, működni, még akkor is, hogyha ez jó-rosszul, hibásan működik. Tehát itt most már olyan sok réteg rakódott rá, hogy szerintem itt egy ideális állapotot el sem tudom képzelni, hogy hogy lehetne helyreállítani. Sok vigasztalót nem mondott, ugye tudja? Hát én azt gondolom, hogy a Közel-Kelet az egy lifelong, életfogytiglan tartó dolog, viszont a jó hír, hadd tegyem azért mégis hozzá jó hír, hogy azért az ott élő több százmillió ember alapvetően ugyanazt akarja, amit mi, békében akar élni és megélni. Úgy legyen, adasson meg mindenkinek, nekik is, nekünk is. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm.